Az elmúlt években ugrásszerűen megnövekedett azon fiatalok száma, akik az egyik legsikeresebb magyar sportágat, a vívást választották. Ez főleg olimpiai bajnokainknak és a sportág népszerűsítésének volt köszönhető. Erre az útra tért vissza a Ferencvárosi Tornaklub 70 év után megújuló vívó szakosztálya, amelynek mesteredzőjét Solti Antalt és válogatott kerettag tőrözőjét Jeszenszky Szilviát arra kértük, mutassák be a vívás alapjait. A vívás az arról szól, hogy a két értelmes ember harcot olyanképpen. Tehát arról szól, hogy én be akarok téged csapni. Igenis arra nevel, hogy mindenképpen értelmes ember legyél, tanuljál. Ha kapsz egy feladatot, tegyük fel az edzőtől, vagy akár magadtól odaállsz és elkezded gyakorolni, akkor az hogy tudsz tovább lépni? Amikor vége van, akkor leülsz és végig gondolod. A vívásban három fegyvernemet, a kardot, a párbajtört és a tört különböztetjük meg. A ruházat mindhárom szakág esetében többnyire egységes, vívónadrágra, hónajvédőre, plasztronra, sisakra, kesztyűre, vezetékre is szükségünk lesz, a hölgyeknél pedig egy mellvédőre. Aki pedig a kardot vagy a tört választja, annak egy úgynevezett lamét is fel kell vennie. A törvívásban az érvényes találati felület, ez a lamén helyezkedik el. Úgyhogy a érvényes találati felület a karokon kívül a előső rész és a hát. Az előbb említett vezeték, az itt van, ez ugye át van húzva a plasztronján. Ezt a nagyobb részét, azt ide a pástba beledugjuk. A krokodilt, ezt felcsippentjük a laméra. Így. Valamint a vezetéknek az előső részét, ezt a két fejük is konnektorba belerakjuk. A vívás egyik legizgalmasabb pillanata a találat, azaz a tus szerzése. Azonban nem mindegy, hogy mi számít érvényes találatnak a különböző fegyvernemeknél. Ezzel a két ujjal kell megfogni mindenképpen, és mindig is a törrel, heggyel kell kezdeni minden akciót. Akkor, hogyha megnyomjuk ezt a törnek a hegyét, akkor ég a lámpa. Érvénytelen találati felületnél fehér lámpa, érvényes találati felületnél színes lámpa ég. Úgyhogy valamint van még egy olyan sisaknak ez az előső része, ez ugyanúgy, hogyha fölveszi, akkor ez a rész még színesen kell, hogy világítson. Sportág egyik szépsége, hogy kortól függetlenül bárki elkezdheti, vagy ha korábban abba hagyta, akkor nyugodtan folytathatja. Pontosan arról van szó, hogy például egy szakosztályt hogy kell felépíteni. Egy szakosztályt úgy lehet felépíteni, hogyha kisok, kisgyerek jön be a terembe, akiket behozunk, megtartjuk és megtanítjuk végig. A másik pedig az, hogy akik régen vívtak, visszajönnek a vívásba. A fiatalok tanulhatnak tőle. A gyerek bejött a vívóterembe, és ott mérgelődött, hogy nem megy a matematika példa. Jött az öreg diák, az a 100 év, és meg segített neki. Hát nem csak a vívásban segítettek, hanem az életben is. A vívás tehát nem csupán sport, hanem egy remek eszköz arra, hogy ne csak a páston, hanem az életben is győztesek legyünk.